Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A gyöngyösi táncosok a szolnoki néptáncfesztiválok leggyakoribb szereplői közé tartoznak. 1975-től mostanáig 15 alkalommal jöttek el ide a Tiszaparti városba, ahol ugyancsak a 70-es években jegyezték meg Zsurávszky Zoltán nevét. A mára már Kossuth Díjas táncművész koreográfus a 80-as években végképp beírta nevét a fesztivál történetébe, hiszen a 12., 13., majd 14. alkalomra is díjazott koreográfiákat alkotott a mátraaljai Fidrócki Néptánc együttessel. Ugyanakkor a Jászság és Nógrád táncosait is többször felkészítette a fesztiválokra, de közreműködött a Tiszások Kimit Tudos győztes műsorának megalkotásában is. 1991-ben az ő vezetésével és Kelemen László Magyar Művészetért díjjal kitüntetett zeneszerző, népzenész közreműködésével a Vidrócki Társulat, a társasai a Somogy Táncegyüttessel megosztva elnyerték a fesztivál fődíját, és megkapták a Szabó Iván Vándor díjat is. Most ezt a művet láthatjuk. A Gyöngyösi Vidrócki Néptáncegyüttes bemutatja Zsurávszky Zoltán, Kelemen László Szerelmi Varázslások című tánc kompozícióját. Szedem a harmatot, és szedem a termést, szedem, szedem,
Megkérem a táncosokat, hogy ne csak a nekünk járó ajándékot vegyük el, hanem Zsurászki Zoltánnak a tojógráfusi ajándékát is.